Megérkezett a Mikulás az újpesti polgári centrumba. Mira püspökét a katolikusok és a görögkeletiek is szentként tisztelik. Szerbiában például a pálinka főzők foglalják imáikba a nevét. Hazánkban azonban a Mikulás érkezése elsősorban a legkisebbeket tölti el örömmel, hiszen ahol megjelenik, ott nem marad el a cukor, dió, mogyoró sem. Így történt ez azon a rendezvényen is, ahol az önkormányzat és az újpesti vagyonkezelő dolgozóinak gyermekei köszöntötték énekkel a Szent Miklóst megidéző szakállas öregurat. Bár rénszarvas vontatta szán ezúttal nem volt, de a csúszkálás azért nem maradhatott el. A Mikulás a Szent István téren felállított jégpályán is tett néhány kört. Aki hozzá hasonlóan korcsolyát akar húzni, az díjmentesen veheti igénybe a pályát.